Beleszúrja egy tűt egy ilyen géppel a ujjába. Rátesz valamilyen ilyen papírra a vércsöpöt, és beteszi valami gépbe. Megmutatja, hogy milyen, hogy fönt van-e a cukra, vagy nem. Hát amikor a Lusza iskolás lett, hát akkor nagyon izgultunk, hogy mi lesz, csak hát próbáltuk neki nem mutatni, mondtuk, hogy nagyon jó lesz, várnak téged a gyerekek, a tanítónéni, de tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Mint kiderült, azt mondta, hogy attól félt, hogy ki fogja kezelni a cukromot. Így látják, hogy minden napról mindig jön Móni. És látják, hogy megnézi a cukromot. Lucának szerencséje van. Olyan gyerekek, olyan tanárok veszik körül, akik mind segítenek neki abban, hogy pontosan ugyanúgy éljen, mint bármely gyerek. Mi is azért dolgozunk, hogy minden cukorbeteg gyerek megkaphassa ezt a támogatást. Segítsd a munkánkat, adód 1%-ával.